Előregisztrációs lehetőség nyílt az államelnök választásokra a külföldön élő román állampolgárok számára. Az előregisztrációs honlapot az állandó választási hatóság indította el. Ezen a honlapon regisztrálhatnak majd előzetesen a novemberi államelnök választásokra a külföldön élő állampolgárok. A www.votstrojinatate.ro honlapot az állandó választási hatóság hozta létre, hogy megkönnyítse a voksolást a diaszpórában. Azoknak, akik külföldön akarnak szavazni november 10-én, illetve november 24-én, meg kell jelölniük, hogy melyik ország, melyik településén szeretnének az urnák elé járulni, hogy ezzel az opcióval vegyék fel őket az állandó választói jegyzékbe. A honlapon megtalálható már a két opció a külföldön tartózkodó román állampolgárok számára. Egyrészt előregisztrálhatnak a különböző szavazókörzetekre, másrészt pedig előregisztrálhatnak a levélben való szavazásra. Akik levélben szeretnének szavazni, borítékban kapják majd meg a szükséges dokumentumokat. A honlap attól a pillanattól lesz aktív, amikor Klaus Ioannis államfő kihirdeti a választási törvényt módosító jogszabályt. A külföldön élő román állampolgárok szavazását megkönnyítő törvénymódosítást, amely szabályozza, hogy pénteken, szombaton és vasárnap is voksolhatnak a külföldön tartózkodó román állampolgárok, a nyári rendkívüli ülésszakban fogadta el a parlament.